Sziasztok, sziasztok! Na hát, ma élőben jelentkezek be, mert azt tanultuk, vagyis hogy azt olvastam tegnap a Russellnek a könyvében, hogy élőben is be kell időnként jelentkezni, nem csak felvételről. És hát ma megtettem. Ha megnézitek az Insta fotóimat, akkor ott látjátok, hogy itt vagyok kint, Margit-sziget. Ez itt mögöttem a Vadaspark. Mutatom, hogy mi van a túloldalon, velem szembe. Ezt látom. Elég szép? Mit gondoltok? Elég menő? Ha? Szerintem elég menő. Itt kint ücsörögni és itt kint csinálni a videót, azért az elég jó, nem? Na, a mai bejegyzésem témája az a népszerűség. És hogy miért pont a népszerűség? Azért a népszerűség, mert hogyha nem vagy népszerű, akkor az emberek nem kezdenek el téged követni. De mit jelent maga a népszerűség? Hogyan válik valaki népszerűvé? Ehhez egy példát tudok hozni. Nézzük meg a te kedvenc színészed vagy színésznőd. Ő hogyan vált népszerűvé? Te mitől, miért mondod azt rá, hogy ő népszerű, vagy hogy ő nálad a favorit? Mit tudott ő csinálni? Mit adott neked? Hát egyértelmű, mit adott? Szórakozást. Gondtalan és felhőtlen szórakozást. Esetleg talán szerepkörén belül mondott neked valami olyasmit, ami éppen rád illett, és úgy gondolt, hogy ezt, ő most neked szánta ezt a mondatot, pedig hát ő csak a szerepkörének megfelelően mondta a mondatot, amit kellett neki mondani. Hogyan lesz valaki népszerű online, az interneten? Hát egyrészt úgy, hogy sok helyen lehet őt megtalálni, másrészt pedig úgy, hogy azt lehet látni, hogy önzetlenül folyamatosan ad, értéket képvisel, anélkül, hogy elvárna bármit, és azért csinálja mindezt, hogy másoknak jobb legyen. Ahogy mondtam, önzetlenül. Vajon van-e valami, amit te önzetlenül adni tudsz másoknak? Mi az, amit önzetlenül adni lehet? Akkor, hogyha valaki például kezdő, hát a tapasztalatait például, az egy nagyon fontos dolog, a megtapasztalás. Megtapasztaltad, hogy milyen problémával kellett szembesülnöd, és aztán azt is megtapasztaltad, hogy hogyan lehet ezt a problémát majd valamilyen módon kezelni. Majdnap folyamán beszélgettem több EOH taggal is, és az volt az érdeklődésemnek a fő irányvonala, hogy miért akadtak el egy bizonyos szinten. Miért nem tudnak tovább lépni? És ez a szint az, hogy kapcsolatot kell építeni másokkal. Persze természetesen ez visszanyúlik oda, amit két vagy három videóval ezelőtt csináltam, az, hogy a kiskorban, még az iskolás korban ugye a állj le fiam, vagy ülj le fiam, hülye vagy típusú dolog, meg a jaj de béna, még ezt se tudja, megjegyzések az osztályból, ugye ezt az iskolából hozzák, vagyis hogy hozzuk, és viszonylag kevesen tudnak ezen túllépni, mert elég mélyen megy oda hátra, ezt valamilyen szinten azért kezelni kell. A másik pedig az, amikor a félelem, hogy hát Istenem, most akkor mégis mit csináljak, vagy hogy csináljak, vagy mit mondjak, vagy mit nem mondjak. Na ehhez ott van egy olyan segédeszköz, gyakorlatilag ilyen párbeszéd panel, amely segít. Amit megfigyelek az az, hogy jó páran úgy gondolják, hogy hát ez valóságosan ez nem is működik ez a dolog. Ez nem olyan, ahogy kellene, és ezért nem merik kipróbálni. Tehát ott van egy ilyen előítélet a fejükben, amelyben az van benne, hogy ők bizony nem próbálják ki azt a fajta beszélgetést, mert hát annak akkor mi lesz a következménye?
Aztán pedig vannak, akik attól félnek, hogy Úristen, és mi lesz, ha mégis belép? Akkor majd mit fogok csinálni? Hogy fogom majd én őt megtanítani, hiszen nekem még nincsen ezzel kapcsolatosan semmiféle tudásom. Várni kéne még, tudást kellene még beszerezni, és majd akkor, ha majd lesz már úgy tudásom, ha már tudok úgy beszélni, mint X vagy Y, vagy júj, majd ha így lesz, majd ha úgy lesz. Most hadd mondjak valamit. Tegnap véletlenül feldobta nekem, véletlenül feldobta nekem a Facebook a Harsányi Gábornak az egyik videóját. Avval kezdte a videót, hogy botrány a szívművészeti főiskolán 1966. És elmesélte a videóban, hogy ő hogy járt, amikor életében először kellett a tanára előtt egy verset elmondani, és hogy mit összezrikálta, hányszor kellett újra kezdenie, milyen lelki fázisokon ment közben keresztül, míg a vége az lett, hogy ugye elő tudta adni a verset, és a végén azt mondta neki a tanár, na, látja, lehet, hogy magából mégiscsak színész lesz. Ez a kiválasztódás, ez itt ugyanúgy megvan. Megvan-e benned az akarat egyrészt, megvan-e benned a kitartás másodrészt, harmadrészt, hajlandó vagy-e azt felvállalni, hogy habár te egy kezdő vagy, de mégis megtapasztaltad azt, hogy van egy bizonyos helyzet, amiből ki akarsz lépni, és megtapasztaltad azt, hogy a kiút keresésed során találtál egy olyan megoldást, amelyről látod, érzed, tehát itt belül, tudod, a szíved az úgy is megmondja, hogy ez az a megoldás. Ez az, amit meg kell mutatni másoknak is, mert ha nekem ez egy jó megoldás ebben a problémában, akkor másoknak is lehet. Ezen kívül van még egy probléma, és az a probléma az, hogy sokan nem hiszitek el, hogy ez így működik. Azt gondoljátok, hogy ha majd ti megmutatjátok, hogy milyen csodálatos termékek vannak a te kezedben, és milyen csodálatos eszközökkel lehet megvalósítani az, hogy mégiscsak jobb legyen az élethelyzetetek, akkor az milyen jó lesz majd másoknak. Hát nem. Marhára nem. Mindaddig, ameddig nem egy problémára, az embernek, magának az embernek a problémájára adsz választ, adsz egy megoldást, addig nem fog működni. Akivel, éppen pont akivel ma beszélgettem, ő egy táskaboltban dolgozik, ilyen időmunkában, vagy idénymunkában. És azt mondtam neki, hogy mit szólnál hozzá, hogyha most azt mondaná neked a tulajdonos, hogy úgy kell eladnod a táskát, hogy álljál ki a bolt elé, és ott ahány nő elmegy a bolt előtt, mindenkire szóljál rá, hogy hölgyem, jöjjön be táskát venni. Szerinted meddig tudnád ezt csinálni? Hát mondta, hogy nem sokáig, persze természetesen, és hogy ő sem ezt akarja, meg azt is elmondta, hogy azt már megtapasztalta, hogy milyen, amikor ő csak úgy egyszerűen hirdetéseket ad fel, és például ilyen választ kap, hogy az online hirdetés, tehát meghirdet egy online munkát, és akkor ilyen választ kap, hogy céges busz van, szállás van egy online munkánál. Ja, na szóval, amikor a növény megpróbál kommunikálni, ugye? Na, tehát a népszerűség az abból fakad, hogy hány embernek akarsz te egy jó megoldást adni. Mekkora tömeget akarsz megszólítani? Mi kell ehhez? Az kell hozzá, hogy egyrészt tudd, hogy ki a te célpiacod, másrészt tudd, hogy ki a te álomvásárlód, vagy álomcsatlakozód, mondhatnám így. Russell Brunsonnak a legújabb könyvében a második vagy a harmadik lecke ez, és hogyha te benne leszel, vagy bekerülsz az EOH csoportba, akkor természetesen végignézheted ezeket a videókat, ahol alaposan, igazán mélyen kivesézzük ezt, hogy ki lehet a te álomcsatlakozód. Hogy amikor bemész egy csoportba, amikor kiválasztasz egy szemét, és elkezded vele fölvenni a kapcsolatot, akkor előtte milyen szűrőkön menjen át.
az a személy. És ki az, akivel egyáltalán nem is kell szóba állnod? Ki az, akire egyáltalán nem is kell egy másodpercnyi időt sem pazarolnod? És persze így akkor sokkal nagyobb arányú válaszokat fogsz kapni, és sokkal többen fognak veled elkezdeni kommunikálni, mert szerinted mi fog történni, ha valakire így ráírsz, hogy szervusz, üdvözöllek? Na, mit fog csinálni? Vissza fog menni, vissza fog téged keresni, meg fog téged nézni. Meg fogja azt nézni, hogy vajon a te oldalad, vajon a te személyes profilod az milyen? Mennyire stimmeltek egymással, mennyire lehettek azonos hullámhosszon, mennyire gondolkodtok azonosan. Megnézi a bejegyzéseidet, mert megnézi. Megnézi a családi állapotodat, hogy milyen filmeket kedvelsz, milyen zenéket. Tehát ezt mind megnézi, és az alapján fogja majd eldönteni, hogy akar-e veled beszélgetni, vagy sem. És ha te el akarod kerülni ezeket a fajta visszautasításokat, akkor egy feladat van. Te válasszál jól. Te kezdjél el olyanokkal beszélgetni, akik akarnak veled beszélgetni, és hidd el, hogy sokkal eredményesebb leszel. Köszönöm szépen, hogy velem voltál. Mára ennyit. Van még egy csomó feladatom. Unokáznom kell, ma megint feladataim vannak, hál' Istennek, megint dolgokat kell elvégezni, megint tehermentesítem a szülőket, tehát ezért én most búcsúzom. Találkozunk a következő videómban. Szia!